A karcagi nagykú református gimnázium végzős tanulói vettek búcsút a gimnáziumtól. A ballagás ünnepséget a karcagi református nagy templomban tartották meg, ahol igét hirdetett nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Ilyenkor mindig a prédikáció tulajdonképpen mindenkihez szól, de első renden természetesen a ballagó diákok azok, akiket szeretnénk egy kis útravalóval elbocsátani az iskolánk kötelékéből. Hát így, kedves ballagó diákok, egy kicsit ti lesztek a górcsőbe belefoglalva, és rólatok szeretnék szólni néhány gondolatot az ige alapján, hiszen elérkeztetek jó reménységgel a középiskolás időszakotok utolsó szakaszához, a lezáró etaphoz, jó reménységgel. Tehát nem az utolsó esemény ez, ami az iskolánkhoz köt benneteket, de egy lezáró szakasznak az első nagy lépése a ballagás. Kétségkívül nagy dolog négy esztendőt egy intézményben, egy közösségben, egy iskolában eltölteni. Az a négy év, amit a Nagykun Református Gimnázium falai között eltöltöttetek, az az iskolánknak a 345., 346., 347. és 348. tanéve. Hát ebből már azért lehet sejteni, hogy elég nagy távlatokkal tudunk az iskolánknak a múltjára tekinteni, amiből a tiétek az elmúlt négy év. 348 év alatt azért nem kevés neves, nagy hírű előd koptatta, hát azért nem ugyanazokat a padokat, bármennyire is úgy látszott, de minden esetre ugyanabban az épületben, pontosabban az épületnek bizonyos szakaszában járhattak. És tudjátok, mindig jó, hogyha egy dicsőséges múltról tudunk egy iskola, egy intézmény kapcsán beszélni. Van, ami nyomasztja az embert. Hát amikor 348 évről beszélünk, akkor az ember óhatatlanul is úgy gondolkodik, hogy hát voltak aranykorok, voltak nagyszerű időszakok, és hát itt vagyunk mi. Hát hadd mondjam el nektek, drága barátaim, hogy az elmúlt négy év azt bizonyította, és legyetek nagyon büszkék erre, hogy ti méltók vagytok a nagynevű elődökhöz. A végzős diákok nevében Doma Petra Dorina 12. A-osztályos tanuló szólt a jelenlévőkhöz. Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Tisztelt tanáraink, szüleink, diáktársaink és meghívott vendégeink. Virágcsokrok a padokon, könycseppektől csillogó szemek, büszke családtagok. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ma a végzős évfolyam nevében beszédet mondhatok. Igen, eljött végre ez a nap is, amire annyira vártunk, amitől olykor féltünk. Ma egy olyan napot ünneplünk, amely nem csupán a befejezésről, hanem az újrakezdésről is szól. A kimagasló tanulmányi eredményeket elért végzős tanulók részére Tóth Barna igazgató és nagy tiszteletű Koncz Tibor adta át az iskola által alapított díjakat, elismeréseket összesen 41 végzősnek. A karcagi református egyházközség két diák továbbtanulását 100-100 ezer forinttal támogatta.